Az 1920-as trianoni békeszerződés a Ronyvapatak mentén szakította szét Sátoraljaújhelyt. A város egyharmada szlovák oldalra került. A két városrészt összekötő hídon június 24-ig csak gyalogos forgalom volt engedélyezett. Ezen a napon azonban ünnepélyes körülmények között megnyitották a hidat a gépjárműforgalom előtt. Magyarország és Szlovákia vezetői között folytatott több éves egyeztetés tárgyalás eredményeképpen nyilhatott meg a Sátoraljaújhelyi kis határátkelő a gépjárműforgalom előtt, miután a két ország külügyminisztere aláírta az erről szóló egyezményt. A Ronyvapatakon átívelő hídon június 24-én pontban 12 órakor kezdődött meg az ünnepség, melyet követően az autósok már szabadon használhatják a hidat. Minden utat, minden határt, minden hidat, amit megnyitunk, erősíti az együttartozás érzését, hiszen nekünk nem Magyarországban, csak Magyarországban, vagy csak Szlovákiában, hanem Közép-Európában és Európában kell gondolkozni. Mégpedig abban, hogy minél több szállal kötődjünk egymáshoz, hiszen mi itt Zemplénben és Közép-Európában egyformán sírunk és egyformán nevetünk. Ugyanazok a problémáink és ugyanazok lehetnek az örömeink. És a közjó azt igényelte, az itt élők azt igényelték, hogy ez a híd megnyíljon a közúti forgalom, a gépjárműforgalom részére, akkor nekünk politikusoknak, választott képviselőknek kutya kötelességünk volt ezt az igényt meghallgatni és tenni érte. Ez a mai nap koronázta be az eddigi együttműködést, úgyhogy reméljük, hogy mint ahogy hallható is, az emberek oszlatlan megelégedésére. Dr. Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő, az Európai Ügyek Bizottságának elnöke a legnagyobb eredménynek azt tartja, hogy az elmúlt 7 év munkájával sikerült legyőzni a politikát, és így megnyílhatott a kis határátkelő a járművek előtt. Amit a történelem szétszakított, szétrombolt, az bizony a 21. században is, hiába az uniós tagok vagyunk, nagyon nehezen lehet összeragasztani. De hát bármennyire is keserves a múlt és nehéz a jelen, de ez az út, ez az európai út, hogy a megfelelő jogi Európai Uniós csatornákat ki tudjuk használni. Én ezt tettem, ezért megy ilyen lassan, de ezt a mai napot semmifajta rossz szó nem érheti sem Budapesten, sem Pozsonyban. Mi mindent megtettünk, betartottunk, türelmesek voltunk a polgármester úrral együtt, és hát most ne azt nézzük, hogy milyen nehéz volt, hanem hogy sikerült. Ahhoz, hogy a kis határt igénybe vehessék a gépjárművek, mindkét oldalon jelentős átalakításokat kellett elvégezni. Az átalakítások költségének nagyobb része a szlovák felett terhelte. Minél közelebb kerül, és problémák mentesen az ember egymáshoz, annál jobban meg tudja oldani problémáit, meg tudja ismerni egyik a másikának a dolgait, a kultúráját. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon vonzó és egy nagyon okos döntés volt, hogy végre a két oldal megegyezett ebbe a határátkelő felújításban. Ha pénzekből beszélünk, kb. 23 ezer euróba került a felújításának a határátkelőnek. Már gondolom ezeket, amit a kivitelezés az utaknak, a járdáknak és a hídnak a felújítása. Sátoraljaújhely részéről 1 millió forint értékben építettek ki rámpát a kerékpár és gyalogos sávnál, annak érdekében, hogy az autósok mellett a biciklisek és a gyalogosan közlekedők is biztonságosan használhassák a két országot összekötő hidat. A kishatárgépjárműforgalom részére történő megnyitása alkalmából szervezett ünnepség fényét a kisújhelyi Novo Mechanka kórus és a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ kamaratánc együttesének műsora emelte. A híd megnyitása jó együttműködést akar a két ország vezetése között, fogalmazott Érsek Árpád, Szlovákia közlekedési, építésügyi és regionális fejlesztési minisztériumának államtitkára. A két nép összetartozott itt eddig is, ez csak segíti a gyorsabb kapcsolatokat, a autók áthaladását, mert végsősorban ez a út gyalogos útnak és biciklis útnak készült. De azt hiszem, hogy miért kerüljenek a itt lévő emberek egy
pár kilométerre többet, amikor itt közel át lehet jönni. Ezek a hidak itt voltak, lettek rombolva, most újra kell építeni, úgy a ipai hidakot, mindezt például itt, és azt szeretnénk, ha nem tartana ez a folyamat 7 évig, hogy amik már lehet csinálni, azt kezdjük el csinálni, és amik munkálatok alatt vannak, azt fejezzük be minél előbb. A határgépjármű forgalom előtt való megnyitása segíti Magyarország és Szlovákia kapcsolatának építését, valamint megkönnyíti a térség lakóinak életét. Ezen túl minden ehhez hasonló lépésre szükség van ahhoz, hogy kormányközi vagy európai szinten jobban együtt tudjanak működni az államok. Ez az esemény ez egy folyamatnak a része, tehát nem csak erről az ügyről tárgyaltunk és lettünk eredményesek, hanem adott esetben az ipoly hidaknak az egyezménye is pont ezen a május 12-i külügyminiszteri találkozón került aláírásra, éppen a mai napon a Kassáról Miskolc felé vezető autópályának a határmetszés pontjáról szóló nemzetközi egyezményt írtuk alá a szlovák partnerekkel, és hát folytatjuk az együttműködést. Komáromnál akarunk hidakat építeni, a kisebb települések között itt az északi ország részben levő utak kérdését próbáljuk úgy kezelni, hogy ne kelljen ezeket államközi szintre emelni, hanem az érintett önkormányzatok is meg tudják oldani ezeket a kapcsolatokat. Amennyiben elkészülnek ezen tervezett utak és hidak, hatással lehetnek a két ország gazdasági fellendülésére is. Minden kapcsolat egy plusz lehetőség, akár munkába járásról van szó, akár az áruknak a piacra juttatásáról van szó, ipartelepítésről, vagy turizmusról, kereskedelemről. Tehát ha nincsenek utak, akkor nincs hol közlekedni, tehát akkor egy olyan lehetőségről beszélünk, ami nincs. És minden ilyen kapcsolat segíti és megtalálja az élet a maga megvalósulásának az útjait. A kishatárgépjármű forgalom előtt való megnyitását a két ország nemzeti színű szalagjából kötött masni eloldásával tervezték, azonban a masni erősnek bizonyult, így nem ennek eloldásával, hanem a szalag átvágásával nyílt meg a határ. Ennek a szalagnak a feloldása vagy kioldása, ennek a csomónak a kioldása is mutatja azt, hogy ez csak bicskával lehetett átvágni, hogy ez is szimbolizálja azt, hogy itt 7 éves kemény munka van a hátunk mögött, és talán így jobban kifejeződött az, hogy ez csak bicskával lehetett megoldani, nem pedig ahogy eredetileg elterveztük, hogy szétoldjuk. Ez mutatja azt, hogy közös összefogással megoldjuk a Kordiuszi csomót. Tieto stužky pripravoval maďarské mesto Šatoraja Ujheli, pripravoval pán primátor. Ezek a szallagok az együvé tartozást jelképezik. Polgármester társam javasolta, hogy a masnit az ünnepségen szét kell kötni. Azt viszont nem gondoltam, hogy nekünk polgármestereknek és a képviselőknek, akár szlovák, akár a magyar részről, nincs annyi erőnk, hogy eloldjuk ezt a masnit. Egyébként az ötlet az nagyon tetszett nekünk is, és a mi minisztériumunk is támogatta ezt. A mi lakosságunknak ez a masni azt fogja szimbolizálni, hogy mi állandóan össze vagyunk kapcsolva. Együvé tartozunk a nagy európai családban, és nem kívánunk egymástól távol lenni. Szimbolizovat to, že sme spojeni, stále sme spojeni a sme zomknutí ako jedna veľká rodina v Európskej únii. Čiže toto nie je tá tvrdá práca, ale to je to spoločné, čiže nechceme byť od seba preč. A két országot összekötő hídon elsőként a két település polgármesterét szállító autó haladt át. Azt látom és úgy érzem, hogy mindenki számára elégedettséget és örömet jelent, és pénzügyi megtakarítást is, ne felejtsük el, komoly kerülőt jelentett annak, aki Királyhelymeszről érkezett, és Újhelyen keresztül Miskolc felé indult tovább, oda is és vissza is 4-4 kilométert kellett megtennie pluszban. Ez egy alkalommal 8 kilométer, ez benzinben forintosítható, vagy eurósítható, hogy mit is tesz. És aki rendszeresen járt át mondjuk dolgozni, annak hónap, havonta szerintem 5-6 ezer forint, 7 ezer forintot is jelenthetett pluszkiadásként. Na hát akkor ezzel a döntéssel, ezzel a mai nappal ezt a kispórolási lehetőséget is megadtuk az itt élő családok számára. Most már a lakosság is bátran használhatja gépjárművel a kis határt. 5 kilométert spórolunk, sőt, mi több, tehát ugye, hogyha oda-vissza megyek, ez 10 kilométer. Ez üzemanyagban is sok, meg hát a kilométerben is. És én nap, mint nap jövök, minden nap szinte. A sátorolja Újhelyi kis határt a 3,5 tonna alatti gépjárművek vehetik igénybe. A kamionoknak továbbra is az úgynevezett nagy határt kell használniuk.